Ahhoz, hogy egy térség gazdaságilag erősödjön, fejlett közlekedési infrastruktúrával kell rendelkeznie, ami biztosítja közúton is a gyors elérhetőségét. A magyar állam támogatásának köszönhetően az elkövetkezendő időszakban több olyan beruházás valósulhat meg, ami szerencset és ondot is érinti a közút hálózat fejlesztésében. A 37-es számú főút négy sávosítása bekapcsolja városunkat a gyors gyorsforgalmi úthálózatba. A beruházás Újtemben halad, az új sávok betonozását már hetekkel ezelőtt elkezdték szakaszosan, amit a kivitelező már be is fejezett. November közepén az aszfalt réteget is elkezdték teríteni, utána a kopó réteg felhordásával véglegesen kialakulnak az új sávok. Közben épül a bekecsi körforgalom és az új harangodinál is minden készen áll a munkálatokhoz. A 37-es számú főúton Sátoralja új hely felől is megkezdték az útszakasz felújítását, amely szerencs határáig tart majd. A teljes körű felújításnak köszönhetően a szlovák határ irányából biztosítja településünk jó megközelíthetőségét. Szerencsváros polgármester Nyíri Tibor úgy véli, hogy ezekkel a nagy állami beruházásokkal a térségben szerencs gazdasági szerepe ezáltal is erősödhet, amit a remények szerint a befektetők is értékelnek, amikor döntenek egy egy beruházás helyszínéről. Ezekkel a munkákkal párhuzamosan megkezdődtek a 39-es út a bóikértől induló tája elkerülő Mád irányában a mezőzombori körforgalmi csomópontig tartó szakaszának a korszerűsítésének az előkészületei, amihez kapcsolódik szerencsen az Ondi úti lámpás kereszteződéstől, Ond-Rátka tája csatlakozásig történő útfelújítás. A tervezett fejlesztések közé tartozik városunkban a Rákóczi út alsó szakaszának, a cukorgyári körforgalmi csomóponttól a vasútállomás felé, a fecskésen keresztül mezőzomboron át egészen a 37-es számú főútig történő korszerűsítése. A 37-esen lévő 3-as halom kettős kereszt körforgalomtól prügy irányába a Nagyvárad utca is érintett a programban. A településen belül az önkormányzati fenntartásban lévő utakra ugyan kevés pénzügyi forrás áll rendelkezésre, de sikeres pályázat eredményeként a jövő évben folytatódik a Széchenyi utca felújítása a Szerencsi Mezőgazdasági ZRT irodaházától a már utcáig. Az idén tavasszal elkészült ONT határában a külterületi út és az önkormányzat tervezi a Késmárk utca folytatásaként továbbjavítani a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító útépítést, ami turisztikai, rekreációs célokat is szolgál majd.